Válság idején nincs könnyű dolguk a gépkereskedőknek. Abban bíznak, hogy a tavalyi gyenge termés miatt a mostani jó terményárak gépek és eszközök vásárlására késztetik a gazdákat. Ehhez azonban legalább átlagos termés kellene. Nem vagyunk ugyan jövendőmondók, de a bajai székely Axial Kft.-nél minden esetre felkészültek az idei szezonra. Általában a magyar mezőgazdaság gépesítés azért támogatás függő volt az előző sok-sok éven keresztül. Nagyon nehéz volt akkor gépet eladni, amikor valahol a távolban, közel-távolban várható volt egy támogatási jogcímnek a kiírása. Én azt gondolom, hogy ez az év is 2010 elsősorban erről szólt, hogy pontosan nem tudták a partnerek, hogy mire számíthatnak. Lesz-e új támogatás cím, nem? Egy nagyon kevés támogatási jogcím húzódott át, ami nem valósult meg 2009-ről, és azért azt hozzá kell tenni, hogy 2009-ben volt egy hatalmas gépvásárlási boom, ami összességében mindegy 130 milliárd forintnyi gépi beruházást jelentett Magyarországon a mezőgazdaság üzemekben, ami azért egy kisfajta kiköltekezést is jelentett, egy erőn felüli vállalkozás vagy vállalás volt ez a termelőktől. Mi azt gondoljuk, a 2010-et önmagában természetesen és ugye elsősorban vízről kell beszélni, belvíz, árvíz, nagyon sok esetben jég azért régiónként meghatározta. De összességében nem lehet azt mondani, hogy a mezőgazdaság rossz évet zárt. Igen, vannak, természetesen mondom még egyszer, vannak olyan régiók, Szabolcs, Békésmegye, Jászság, ahol voltak, de ott, ahol ezekkel az elemekkel nem kellett megküzdeni, ott különösen jó évet zártak, főleg azok a termelők elsősorban, akik még ráadásul terményüket nem is kötötték le előre, hanem szabadon tudták értékesíteni. Az látszik, hogy ma a gépgyártók, nehéz kimondani, nem 15-20 ezer üzemórára tervezik a gépeket. Tehát általában egy motoros gépet, egy traktor 10 ezer üzemórára, egy kombányt 2000 üzemórára, 2500 üzemórára, egy nagy kockabálázat, szögletes bálázat 80 ezer bálára. Ezzel nem azt akarjuk mondani, mint ahogy ezt elmondtuk eddig is, hogy ez azt jelenti, hogy 10 ezer üzemórán tönkre megy a traktor. De ha nem tartjuk folyamatosan karban, akkor vélhető, hogy ettől az időponttól kezdve nagyobb lesz a fenntartási költség, ahol ismételten el kell gondolkodni egy gép cserébe, tehát lesz egy természetes cserélődés, vagy mindenképpen szükség lesz arra, hogy ezt megújítsák folyamatosan a gépparkot, ehhez viszont kell egy szemléletváltás is, akár a karbantartás oldalát nézzük, a folyamatos karbantartás oldalát, és egyáltalán a költségek és a bevételeknek az osztását tekintve, vagy tervezhetőségét. Azt látom, hogy sok-sok gazdaság nem feltétlenül kizárólag csak támogatás függően ruházott be az előző években is, hanem végrehajtottak, leültek, 3-5 éves tervet felállítottak maguknak, és azt vásárolták meg, amire szükségük volt, nem azt, amire támogatás volt kiírva. És ezt gondolom, hogy ez nagyon fontos lesz a jövőben, hogy a termelő üzemek ezt szem előtt tartsák. Tehát nem azért vásároljanak, mert támogatás van, hanem azért, mert szükségük van rá, mert hatékonyan akarnak termelni.